Szevasztok, üdvözlet mindenkinek, sziasztok! Gondoltam, videózunk egy kicsit, mert a régóta csináltam úgy videókat a Rio Oficiálra, hogy legyenek, oda is azért kell feltölteni videókat. A komment szekciót az azért tiltottam, mert igazából semmi értelme. Egy-két videónál fogom csak engedélyezni a kommenteket, és úgy döntöttem, hogy csak azért engedélyezem egy-két videónál, mert ott azért kíváncsi vagyok egy-két dologra, de ott is be fogom állítani direkt, hogy csak is azok a kommentek jelenhessenek meg, amiket úgy gondolok, hogy pozitív jellegű és nem beszólogató. Nem azért, mert nem vagyok kíváncsi rá, hanem azért, mert semmi értelme azon agyalni az embernek, hogy most miket írnak. Én észrevettem, hogy Cibók László komment szekciója az tele van trollal, és én úgy vagyok, hogy engem nem érdekelnek ezek a bugyuta kisfiúk, kisgyerekek, akik próbálnak kamunév mögött rejtőzve beszólogatni, és akkor 8 millió profilból ugyanazt leírja. Nem értem, hogy Cibók László hogy tudja ezt eltűrni, meg egyáltalán, hogy nálam miért van ennyi troll, vagy troll, nem is troll, tehát kisgyerekek, akik ilyen hülye neveket kitalálnak. Artur Cica, meg Cibók László jobbkezes kesztyűje, vagy szekrényben lévő box kesztyűje, meg ilyen neveket kitalálnak, és akkor így elgondolkodik az ember, hogy ezek valamiért az agyukban sérülést szenvedhettek. Tehát nem azokat szidom, akik normális emberek, hanem azokat, akik a Cibók László komment szekcióban fasságokat írnak oda. Hát nézem a Cibók László videót, végig görgetem a komment szekciót, és látom, hogy ugyanazok a szövegek vannak, csak kicsit megváltoztatva. És épp azon gondolkodom, hogy egy ember képes lehet erre simán. Főleg, hogyha van ideje rá, több ezer. Volt valaki, aki egyszer azt írta, hogy, már mint hogy egy videó alatt, valakinek a videója alatt, hogy neki van vagy 1500 vagy 2500 accountja. Hát ezáltal lehet, hogy egy ember képes arra, hogy a Cibók Lászlónál a komment szekciót szétszedje. De tényleg, tehát emberek arra képesek, hogy valakinek a komment szekcióját összeszarják mindenféle bugyutasággal. Ő például a Cibók László nem foglalkozik vele, mert szarik rá. Én meg azért nem engedélyezem, mert nem akarom, vagyok kíváncsi a hülyeségekre. Tehát kit érdekel, hogy mit akarnak leírni? Tehát fogalmazni nem tudnak, csak próbálnak okosak lenni. Az iskolapadban kell okosnak lenni, ott próbálj meg nagymenő lenni, ott próbálj meg kitűnő lenni, meg a helyesírást egy kicsit meg kéne azért tanulni, és kicsit gondolkodni, hogy hát oké, hogy leírod a dolgokat, de azért valljuk be őszintén, hogy személyesen, ha odaáll eléd a kedves Cibók László, akkor nem biztos, hogy ilyen hangnemben beszélnél velem, mint amilyen hangnemben írsz neki a komment szekcióban. Azért valljuk be őszintén, megyünk az utcán, nem hiszem, hogy valaki oda jön hozzám például, és azt mondja, hogy ecetera, sós, paprikás, blablabla, most nem mondok csúnya dolgokat, mert akkor képes valaki oda jönni, és akkor nem fog senki oda jönni hozzád, meg ő hozzá sem fog oda senki menni, mert nem mer. Mert ő azt gondolja, hogy a névtelenség és a kamunév, kitalált név mögött ő király. Csak ez szánalmas, mert azért a haverok előtt ezzel vagánykodni, meg flexelgetni, hogy mekkora raj vagy, hogy te beszóltál valakinek a komment szekcióban, ez egy csúnya dolog. De hogy miért van ez, ezt nem tudom. De igazából nem csak ő nála van, hanem egy csomó olyan videósnál van, vagy kezdő videósnál, vagy olyan live-ozóknál is vannak ilyen pici fiatal kis fiúcskák, ilyen 11-12 éves, 13 éves, 15 éves gyerekek. Most direkt nem mondtam sokkal felettibb korosztályt, mert ha van felettibb korosztály, 21-22 éves ember, aki ugyanúgy trollkodik, akkor nagyon sajnálom, mert úgy látszik, hogy akkor nem kapott valami normális nevelést. Azok a gyerekek, akik így egész nap otthon ülnek, és ha most akkor megírom neki, hogy mi van. Artur Cica vagyok, és most akkor gyorsan megírom, hogy mi van, a gazdám nem foglalkozik velem. Tehát könyörgöm, egész nap erre ráérsz. Tehát komolyan, tehát miért nem mész ki a friss levegőre? Tehát látod, én itt ülök, azt el vagyok. Tök boldogság, tök királyság van. Nem is értek. Atya úristen. Én a komment szekciót meg nem akarom. Tehát én nem vagyok erre kíváncsi, ami máshol van. Megnézek egy videót és látom, hogy mi van. Jézusom, előzönlöttek a bolondok. A diliházban meg nincsenek emberek, érted? Mert ezek meg szabadlábon védekeznek, jó van? Mi a faszom az ószer? Szabadlábon vannak, és az őrültségeit, a furcsa eszmefuttatásokat próbálják ráerőltetni másra. Például a Herbinél nincsenek trólok.
mert ő tiltja törni egy autót. De őt mondjuk nem is annyian nézik, mert 4-5 ezer ember nézi, és ő annyira nem is olyan érdekes. De én nézem! Folyamatosan nézem Herbi összes videóját. Engem lefoglal, nem tudom miért, lehet, hogy azért, mert öreg vagyok. Már nem is vagyok öreg, hát 27 éves leszek, ne szórakozzál már velem. És lefoglal a Herbi videói. Nem tudom miért, egyszerűen végignézem akár a 40 perceset, akár az 50 perceset, akár az 1 órásat, akár a 18 perceset, akár az 5 perceset, 2 perceset, 10 perceset, bármilyen jellegű hosszú videót csinál a Herbi, végignézem. Egyszerűen végignézem. Kíváncsi vagyok arra, amit ő beszél benne. És ő mondott egy olyat, hogy mindegy, hogy miről beszélsz a videóban, csak kapcsold be a kamerát, és kezdj el beszélni valamiről. Kezdj el mesélni valamiről. És már jön magától a téma, és jön magától folyamatosan. Így építkezik, mint a háza. Mondjuk itt van egy-két ház, amit nem építettek föl, de hát az aztán... Van egy furcsa szerzeménye az egyik ilyen épületnek, hogy luk van, ott is luk, izé. Na mindegy. Tehát tényleg a Hermi mondta, hogy mindegy, hogy miről beszél, csak kapcsold be a kamerát, és kezdj el beszélni bármiről. Most én a komment szekcióról beszéltem, de mindegy, tehát én tiltom be, egy-két helyen engedélyezni fogom. De amúgy meg az olyan jellegű kommenteket, amik nem oda illők, azokat úgyis törlöm. Hát feleslegesen csinálsz 8 millió profilt, nincs értelme. Gondold át, próbálj meg te is videókat gyártani, csinálj egy csatornát, ha pedig a jelenlegi csatornád van, akkor azon tegyél fel valami videót magadról, hogy bejussz a telefonod elé, vagy egy kamera elé, és elkezded mondani a mondandódat, és elkezdesz mesélni, és elmondod, hogy veled mi történt az iskolában, hogy élted túl az iskolát, hogy érzed magad az iskolában, mi a véleményed az iskoláról, a tanárokról mi a véleményed, egy adott tantárgyról mi a véleményed. Kicsit sok volt azért a levegő formájából, böfögésből jött ki a történet, ezt most jól megmondtam. Mi a véleményed a tantárgyról, mi a véleményed az osztálytársaidról, mi a véleményed a lányokról, mi a véleményed a szexualitásról, mi a véleményed a homoszexuálisokról és egyéb ilyen témák. Tehát rengeteg olyan dolog van, amiről videót készíthetnél, ahelyett, hogy trollkodsz. De most fú, komolyan mondom, tehát adok tanácsot azoknak, akik úgy gondolják, hogy kamu név mögött írogathatnak. Nem? Tehát ennyire egyszerű lenne ez a dolog. Közben megnéztem az időt, tudjátok, mint Bartos Möster. Na, például a Möster az szarít mindenre, ő föltöltötti a videóit, és csinálja a dolgait. Ennyi nem törődik vele, ő tényleg egy nagyon jó mösterek möstere, nagyon jó videókat csinál, bár ugye elmondta a videóiban ő is, hogy eladta a kamerákat, mert pénzé kellett tennie, meg napi 5000 forintos vodkákat iszik meg söröket, meg egyebeket, és azért ez anyagilag érdekes. Bár azt nem értem, ugye ő bevételt szerez a videók által, meg azért be lehetne rakni videókba az adott reklámokat, hogy bevételt szerezzen vele, és ennyi. Például ott van a videóinfo egy Zolival. Megcsappant a nézettsége. Eddig egy adott videója 100 ezer, 200 ezer, 120 ezer, 130 ezer, 300 ezer, 150 ezer, 100 ezer, 200 ezer, 251 ezer, 288 ezer, 5 millió, 5 millió, 500 ezer. Megcsappant a nézettsége. De miért? Szerintem azért, mert azok a pici gyerekek, akik nézték, már nem nézik ugye az iskola miatt, meg a folytonos utazás miatt, gondolom én, de ez a jó, hogy eredeti maradt a Zolivá. Eredeti maradt a videóinfo egy Zolivája, és ugyanúgy csinálja olyan lelkesedéssel a videóit, ahogy az elejétől elkezdte, ugyanúgy folytatja tovább. És nagyon sokan szeretik, nagyon sokan tisztelik. Ugye tudjuk, hogy Sebestyén Balázsék is ugye meghívták a műsorba, nem tudom, hogy leadták-e azt a műsort, vagy lehet, hogy csak egy fotót készítettek vele. Ha volt egy ilyen interjú, vagy valahol fent van ez a videó, ahol a videó info egy Zolibá részt vett, és ott volt, és beszélt, és mesélt, akkor azt majd belinkelitek. Mindegy, nekem Instagramon mindenképp, tehát inkább Instagramra írjatok, tehát a leírásban megtaláljátok majd az Instagramot, meg egyébként. De önállóan tényleg megcsappantak a nézettségek. Úgy nagyon igazából sok mindent nem tudok mondani, hát más videósokat annyira nem nézek. Nem nagyon szoktam nézegetni. Na de mindegy, ennyi is lett volna ez a röpke kis videó, vigyázzatok magatokra, találkozunk a következő videóban is, majd lesz valami, ami nem tud szaladni. Aztán itt zajlik az élet, és ennyi. Na, mindjárt 10 perc, most.